Tessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai szentmise énekünk a Hozsanna énekeskönyv 174-es éneke lesz. Testvérek, boldogságos Szűz Mária, égi édesanyánk, közben járását kérjük. Ő, akit a keresztények segítségének nevezünk, hiszen rábízattunk a kereszten. Ő az, aki segít bennünket, hogy kövessük az ő szent fiát, hogy megtaláljuk a vele való közösséget, és hogy kitartóak tudjunk lenni az Isten szeretetében. Ma ezért imádkozzunk együtt, kérjük az ő közbenjárását, és adjunk hálát azért az oly sok segítségért, amelyet tőle és általa kaptunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezt a szent misét elhunyt Pál, László, János, Rezső, János, Mihály, József, Csaba, Ferenc János, Erzsébet, Károly, Ilona és István testvéreink lelki üdvéért ajánlom föl. Ahhoz, hogy alkalmasok legyünk a szent titkok ünneplésére, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk!
mindenható és irgalmas Istenünk. Te a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hatható segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedj jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt élhessünk, és egyházad szüntelen békének örvendhessen, ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, hogy ítéletet ne vonjatok magatokra. Hiszen az Úr, az igazságos bíró az ajtóban áll, hogy eljöjjön. A bajok álhatatos elviselésében és a türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Boldognak mondjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób türelméről, és tudjátok, hová juttatta őt az Úr, hiszen irgalmas az Úr és könyörületes. Főleg pedig, testvéreim, ne esküdözzetek az se az égre, se a földre, se más egyébre. Beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Nehogy ítélet sújtson titeket. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Uram, a Te szabad igazság, Tégy szenté minket igazságod által. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a Te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal Jézus útra kelt Kafarnumból, és Judea határába ment a Jordán túlsó partjára. Ott ismét nagy tömeg sereg lett köréje, ő pedig szokása szerint tanította őket. Amikor a farizeusok odamentek Jézushoz, megkérdezték, szabad-e a férnek elbocsájtani a feleségét, próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt, mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték, Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elbocsássuk őt. Jézus folytatta, a ti szívetek keménysége miatt írta ezt nektek. Isten azonban kezdetben a teremtéskor férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Tanítványai otthon ismét megkérdezték őt erről. Ezt válaszolta nekik. Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtöréssel vét ellene. Ha pedig a feleség hagyja el a férjét és máshoz megy, szintén házasságtörést követ el. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jakab apostol erkölcsi buzdítást ad számunkra, és mint az erkölcsi buzdítások szömét, azt tapasztalhatjuk, hogy annak egyes pontjait viszonylag könnyen teljesítsük. Másik pontjaival pedig hát folyamatos a küzdelmünk. Mi végre mit tegyünk egy-egy ilyen listánál, egy-egy ilyen buzdításnál, hiszen tapasztaljuk önön életünknek a hiányosságait és a gyengeségeit, a küzdelmeit és a botlásait.
Amikor Szűz Máriára, a keresztények segítségére tekintünk, akkor először talán a történelmi győzelmek jutnak eszünkbe. A nándorfehérvári csata, a lepantói harc, vagy sorolhatnánk azokat az alkalmakat, amikor a Szűz Mária közbenjárására megmenekült a kereszténység attól, hogy lesújtva, elutasítva, mások által legyőzve, és a hit gyakorlásában bekorlátozva kelljen élnünk. Akár tekinthetünk ebben a hónapban ünnepelt fatimai látomásra is, amikor előre megüzeni a Szent Szűz, hogy győzni fog az ő szíve az ateista métej fölött. De nem csak a történelemben segít bennünket Szűz Mária, nem csak országok, népek sorsának az irányításában nyújt segítséget nekünk, keresztényeknek, adja meg a szabad vallás gyakorlásának a lehetőségét, hanem egyéni életünkben is. Így tehát, amikor most az imént felolvastuk Jakab leveléből ezt az erkölcsi buzdítást, és azt gondoljuk, hogy ezek közül valami még nincs a rendjén az életünkben, még botladozunk vele, oly nehezen tartunk ki benne, akkor kérjük a Szent Szűz segítségét. Szűz Mária, a keresztények segítsége egyenként is segít bennünket, hogy a kegyelem útján járjunk. Hogy azt a kegyelmet, amit az Úr, az Isten megad nekünk, amellyel vezetni akar bennünket, azt föl is tudjuk használni, azt meg is tudjuk élni, azáltal a mi életünk jobbra forduljon, közelebb kerüljön döntéseink által is, megéléseink által is a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Mária segít bennünket bajainkban, Mária segít bennünket a bűneinkkel való küzdelmekben, Mária segít bennünket erényeink formálásában. Amen. Testvéreim, kérjük gondviselő mennyei atyánkat, hogy az Isten anya közbenjárására szent áldása kísérjen bennünket egész életünkben. Add, Úrunk, hogy a segítő Szűz közbenjárására eredményes legyen szentséges atyánknak, főpásztorainknak, és papjainknak apostoli munkája. Add, hogy a keresztények segítségének közbenjárása erősítse meg a keresztényekben a hitet és a természet feletti életet. Add, hogy mi, akik Szűz Mária által megkaptuk Krisztust, alázatos szeretettel tanúsíthassuk, hogy Mária gyermekei vagyunk. Kérünk téged, hallgass minket! Add, hogy az egész magyar népünk érezhesse Szűz Máriának, a keresztények segítségének hathatós pártfogását. Kérünk téged, hallgass minket! Add, hogy amikor elérkezik földi életünk utolsó órája, halálos küzdelmünkben mellettünk álljon a segítő Szűz. Kérünk téged, hallgass minket! Gondviselő atyánk, Szűz Máriában a keresztények segítségében hatalmas pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, hogy életünk minden pillanatában, de különösen halálunk óráján, érezzük hathatós segítségedet Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevére kicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házában. Úrunk és Istenünk, felajánljuk neked a dicséret áldozatát, egyszülött fiad édesanyja emlékezetének örvendezve. Engedd éreznünk az ő hatható segítségével minden viszontagságunkban mellettünk állsz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Miért jó és igaz, mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadóinek által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és által adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Ott kérünk, hogy az ő szavokhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük. Dicsőséget letölti a mennyet és a földet, Hosanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, Hosanna a magasságban. Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hívjük, és hittem vagyunk feltámadásban, amíg el nem lesz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a szent angyalokkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a Te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Éme az Isten báránya, éme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajítjunk a jövő, hanem csak egy szóval, és meggyógyulsz a szívemre. Az Úr a te dicsőséged és a te Istened. Ő művelte veled ezeket a nagy dolgokat. Thank you.
Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, a tiéd akarok lenni az életemben és halálom után is. Amen. Urunk Istenünk, részesedtünk a mennyei lakomában, boldogságos Szűz Mária segítségében bízva, alázatos szívvel kérünk, hogy levetve a régi ember tökéletlenségét, magunkra ölthessük a megújult ember, emberi nem szerzőjét, Jézus Krisztust, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szent misének a záró éneke a 195-ös ének lesz. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istenem, Szent Mihály, Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, Szűz Mária, kegyelmek anyja, Magyarok szent őrangyala, Szent Pió és Szent Sárbel atya, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei,